Bármennyire is hihetetlen, de ezeket a különleges alkotásokat készítő művész valamikor maga is klasszikus módon festett, rajzolt. Azonban az eredetileg villamosmérnök végzettséggel rendelkező Csizi László már 50 éve elkezdett foglalkozni az elektrográfia rejtelmeivel. Beleszeretett, és ez lett belőle. 40 éve hivatásszerűen alkot, ami azt jelenti, hogy rendszeresen indul pályázatokon, kiállításokon mutatkozik be munkáival. Ezt a műfajt nem annyira kereste. A véletlenek műve volt, mondja. Kezdetben a szokásos utat jártam, tehát nagyon szerettem tájképeket festeni. Felvidéki származású vagyok, Rimaszombatban születtem. Szüleim utoljára egy Szilice nevű községbe tanítottak. Aztán Újpetrére lettünk áttelepítve, amikor vége volt a háborúnak, és nagyon közel voltam ugye ezekbe a kis falukba, mindig a természethez. Festettem, rajzoltam, és ahogy aztán az egyetem után megismerkedtem a számítástechnika alapjaival, programozásával, stb., akkor fantáziát láttam ebbe, és én soha nem éreztem a távolságot a műszaki és a humán terület között. Mindig azt mondtam, hogy az lehetetlen, hogy ugyanaz az ember, aki az egyszer műszaki újdonságokat fedez föl, máskor pedig alkot a vizuális kultúrába például, hogy az távol lenne egymástól, ugyanarról az emberről van szó. Két korszakot mutatnak be az itt látható képei. Az első szakasz az a 80-as években nagyon korai számítógépes grafikákat tartalmaz, a másik csoport viszont a mai 20-as években készült képekből áll. A két fajta anyagnak tematikájában, gondolkozásában, belső tartalmában van erősen köze egymáshoz. Tehát a történelmi jellegű, úttörő jellegű munkák mellett a mai továbbépítése ezeknek a munkáknak szintén látható. Most éppen az egyik alkotásának rejtelmeibe avat be bennünket Csizi László. Egy digitális fotóból, vagy fotósorozatból indultam el pontosabban. Ilyen hullámzó vízfelületet próbáltam lefényképezni, és utána ebből raktam össze egy képkonstrukciót. Tehát a kép szerkezete lényegében az, hogy felülről elinduló vonalrendszerek egyszer csak az oldalról jövő vonalrendszerekkel ütköznek, és ez az ütközés létrehozít egy diffúz állapotot, egy ilyen gazdag vagy kusza, ahogy tetszik, úgy nevezzük, világot. Most minden vonalakból van felépítve, tehát az ennek a szépsége vagy érdekessége a számomra, hogy különféle vastagságú, de tiszta vonalrendszerből felépített, kicsit színeltérésekkel is alakított felület. Lehetne, de én nem szoktam bele festeni, hanem nagyon sok manuális munka van olyan értelemben egy ilyen kép készítésében, hogy kézzel van például megrajzolva a vonalaknak a határoló görbéje. Tehát azt kézzel kellett rajzolni. Egy foltnak a kitöltését egy vonalrendszerrel, kézirajzzal indítottam el. Utána a színeket én állítom be, tehát kísérletezem a színekkel, finomítgatom, állítgatom ezeket. Tehát rengeteg kézi munka van egy ilyen kép alapjának az elkészítése is egyfolytában egy-két hetes munka, miután már tulajdonképpen a számítógép segített részben a fotó előkészítésében, részben pedig később a vektorgrafikának a műveletei során. Rendszeresen kiállította a közeli országokban és a tengeren túlon Kanadában is. Van egy miniprint kiállítás sorozat, szinte minden évben, utóbbi időben küldtem képet, ott nyertem is egyszer egy második helyezést nem régen. De hát a Magyar Elektrográfiai Társaság segítségével voltunk már Görögországban, Egyiptomban, a Siklósi Szalon révén is, például Olaszországban, vagy Bécsbe, például Bécsbe a Rákóczi pályázat, tehát a kitelepítések emlékére, a 60 éves emlékére
létrehozott kiállítás sorozat az elkerült több városba, és hát így például Bécsbe is egy Rákóczi képpel lejutottam. A Képek vonalakból című különleges kiállítás anyagának a PTM műszaki és informatikai kara aulája ad otthont Pécsen.